Köszöntöm nézőinket, Önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. Online jótékonysági árverés szervez a Családsegítő Központ. Ringató foglalkozás az idősek otthonában. Egyre népszerűbb a tolnai kézilabda. Ismét online jótékonysági árverést szervez a tolnai Családsegítő Központ. Tavaly mintegy 1,8 millió forintot gyűjtöttek össze, amelyből 170 család karácsonyát tudták szebbé tenni. Ezúttal is hasonló célokat tűztek ki a szervezők. Immáron negyedik alkalommal szervezik meg a jótékonysági online aukciót Tolnán. Számos ajándékutalvány, festmény és különböző eszköz vagy éppen díszek is érkeztek a helyi Családsegítő Központba. Negyedik éve szervezzük a jótékonysági árverésünket, így az idei évben is a Családsegítő Központ több helyi szervezet összefogásával jótékonysági árverést szervez. Az akcióhoz egyébként a Tolnai Háló Közalapítvány, a Civil Vox Tolnai Egyesülete, a Kulturális Központ, a Helyi Református Nőszövetség, a Caritas Tolnai csoportja, a Vörös Kereszt, illetve a KÉSZ csatlakozott. Azt mondhatjuk, hogy egyre nagyobb sikere van, talán azt érezzük, hogy várják is az emberek. Tavaly közel 2 millió forintot gyűjtöttek össze, amelyből 170 család karácsonyát tudták szebbé tenni, és ezúttal is hasonló célokat tűztek ki a szervezők. A tavalyi évben 1 millió 800 ezer forint bevétel keletkezett az árverésből. Nagyon reméljük, hogy ez az idei évben is meg fogja közelíteni. A bevételt minden évben a Tetszebbé a Karácsonyt rendezvény keretében hátrányos helyzetű családok és gyerekek karácsonyi csomagjára fordítjuk. Eddig nagyjából 500 tételt ajánlottak már fel vállalkozók és magánszemélyek egyaránt, köztük az Országos Mentőszolgálat szóvivője Györfi Pál is csatlakozott az árveréshez, aki egy dedikált plüss mentőautót juttatott el Tolnára. Az árverés úgy működik, hogy a Családsegítő Központ Facebook oldalára kerül minden felajánlott licitágy feltöltésre egy kis börtös bemutatóval. Ezt követően az árverés nyitó napjától egy hétig lehet rájuk licitálni. Minden felajánlott tárgy értékének a feléről indul a licit, és aztán az egy hét lezártát követően történik az egész árverés zárása. Az árverésre felajánlásokat így a héten, szeptember végéig várjuk. Ezt követően elkezdődnek a háttérmunkálatok. A tavalyi évben 450 körüli felajánlás volt, úgy számoltuk, hogy az idei évben elérjük az 500-at. Magánszemélyektől, vállalkozásoktól, művészektől is érkeznek felajánlások, szolgáltatások, tárgyi dolgok, belépőjegyek, mert nagyon széles a paletta. Az idei jótékonysági licit célja tehát legalább 170 család megsegítése. Sok babás kisgyerekes szülő ismeri a ringató foglalkozásokat, amelyek oldott, szeretetteli légkörben a közös éneklés és zenélés élményét nyújtják. Kákai Emese foglalkozásvezető ezúttal a Tolnai Idősek Otthonába vitte el a programot, ezzel ajándékozva meg az ott élőket a közelgő Idősek Világnapja alkalmából. K
Különleges foglalkozást tartottak Tolnán az idősek otthonában. Kákai Emese, a ringató foglalkozás vezetője ezúttal nem csak a kicsiket és szüleiket, hanem az itt élő időseket is várta. Nagyon jó volt, öröm volt látni, hogy ők is mosolyogtak, énekeltek. Nem is gondoltam volna, hogy az ismeretlen dalt, amit úgymond nem népdalként hoztam be, azt is énekelték. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól fogadták, és itt a végén, amikor a gyerekek is nyitottak feléjük, az volt a legjobb pontja a foglalkozásnak. Magam is gyakorló anyuka vagyok, úgyhogy amikor a nagylányom született, utána vele kezdtem el programokat keresni, hogy hol tudnám elvinni, ahol énekelhetünk, zenélhetünk, és Árki Zsuzsihoz jártunk Paksra a ringató foglalkozására. Zsuzsit ismertem igazából az iskolából, már régebb óta, de ezt a foglalkozást még nem ismertem, nem tapasztaltattam meg, és nagyon jól éreztem magunkat a kislányomnak is, nagyon bejött ez az, hogy több gyerekkel volt körbevéve, én is énekeltem neki, otthon is szoktam, de Zsuzsi segített abban, hogy kibővítsem ezt a tárházat, amit én ismertem. És igazából ez a én célom is, hogy az anyukáknak segítsek, és hogy nekik nyújtsak segítséget abban, hogy mit tudnak otthon énekelni, értékes időt hogyan tudnak eltölteni. És végül kinőtte a nagylányom ezt a foglalkozást, és szabadidő révén gondoltam, hogy akkor én is megpróbálom, és az tanfolyamot tavaly nyáron végeztem el Gró Ilona vezetésével, ez egy egyhetes képzés volt, és ennek kapcsán tudtam én is itt helyben, mert Tolnán itt nem volt ringató foglalkozás elindítani, és látom, hogy szerencsére van rá igény, és egyre jobban kialakul egy kis kör, akikkel összejárunk, énekelünk, és már szinte barátokként üdvözöljük egymást, és látom, hogy az anyukák is egyre bátrabban énekelnek. Ez egy nagyon szerencsés összeállás, együttállás volt igazából, mert bennem volt a pedagógiai igény is, ugye dolgoztam múzeumpedagógusként, és a gyerekeket mindig is szerettem így úgymond irányítani, tanítgatni, de inkább úgymond velük lenni és köztük lenni. A másrészt ott volt bennem, hogy néptáncoltam, népzenéltem, citerázok gyerekkorom óta, jó volt újra elővenni a hangszert, mert mióta a gyerekeim vannak, nagyon kevés időt adott a zenélésre, és ez egy jó löket volt, hogy elővegyem, gyakoroljak, készüljek, átnézzem az alanyagokat, és a ringató módszertan pedig egy plusz, igazából egy ilyen löket volt hozzá, hogy itt minden összeállt, az anyalétem, a pedagógus létem és a néprajzos lényem. Kerekeset, böködőset, simítóset, csattanósat! Próbálok valami főszerkesztő elemet belevinni a foglalkozásokba. Van, hogy állatos dalokat hozok, van, hogy növények a téma, van, hogy alkalomhoz kötődően most szüret, aztán majd következik Mártonnap, akkor libás dolgok lesznek, és akkor egy ilyen kis szára próbálom felfűzni ezeket a játékokat, dalokat. De persze mindig van kitekintés, a hangulattól függően tudok improvizálni, hogy most éppen, ha egy kis baleset történik, akkor is gyógyítós áspiskerekes bevetek, hogyha valami megijedés van, akkor valami nyugtatós, ilyen altatós dalt. Improvizálok is, és készülök is, a kettőből áll össze egy ilyen foglalkozás. Arra azért figyelek, hogy tényleg, hogy ne essenek a nagyon oda, tehát anyukák is azért már tudják, hogy egy kis határt hagyjanak, de itt a Bogit is próbált anyukája terelgetni, de ez nincs is probléma, nem is elvárás, hogy végigüljék ezt a fél órát. Fedezzék fel, a fülük ott van, hallják, beépül nekik, ez a lényeg, én meg majd túljutok rajta. Hogyha meg is bakizok, előfordul, én is megakadok, akkor valahogy poénnal elütjük, vagy beépítem azt is a foglalkozás menetébe. Annyiból tudom követni, hogy itt mondjuk az anyuka mennyire ismeri a dalokat, hogy amit viszek mondjuk új dal, egy ismeretlenebb népdal, mondjuk Éva szívem éve, amit az elmúlt hetekben tanultunk. Van, akit kérdeztem és így nézett, hogy nem, abszolút nem ismerte. Valaki mondjuk már zeneiskolába járt, vagy a zenei tagozatra, és az iskolából hallotta, megmaradt neki. Ez teljesen változó. Igazából én pont azért vagyok itt, hogy ezeket egy kicsit így beépítsem, mert ugye a gyereknek így fejlődik a zenei értéke, a ítélőképesség is, hogy mit hall otthon. És hogyha ezeket hallja, akkor bízom benne, hogy ez az érték ez tovább fog adódni. A ringató foglalkozások módszertanának megálmodója Gróch Ilona. A foglalkozások célja nem a gyerekek megtanítása, hanem a zene, az éneklés iránti kedv és érdeklődés felkeltése. A ringatósok pedig remek közösséget alkotnak. Igen.
Ez abszolút olyan, mint egy család. Ezt dolgoznak a kolléganők, onnan ismeritek példákat, hogy ilyen alkalmakra ne egyedül álljak ki, hanem mindenkinek jobb, hogyha együtt vagyunk, nagyobb élmény, gyerekeknek is több hangszerrel ismerkednek, dolgozunk össze. Nem ellenfelek vagyunk, hanem inkább egy család részei. Nyaranta vannak, továbbképzések vannak, igazából ilyen kis nyaralások is, tehát igazából nem csak arra fejtetjük a hangsúlyt, hogy akkor csak a szakmai rész, a képzés, hanem tényleg segítjük egymást, és mindenben ott vagyunk, és támogatjuk, és támogatnak minket Drói Ilona és családja. Drói Ilona igazából egy anyukánk lenne. Tehát egy igazi tyúkanyó típus, és ő az, aki mindig mondja, hogy ha figyel, ott van, játszik, az is jó. Ha elmegy, szaladgál, az is jó. Itt nincs olyan, hogy rossz, nincs olyan, hogy rossz gyerek, itt nem lehet rossz időt tölteni, mert a gyerek ott van a közegben, és ha tudat alatt is, de beleépül. Amíg Drói Ilonával van egy személyes kapcsolódásunk is, nekem a nagypapám itt a megyében voltam felügyelő, ének zenetanár és történelemtanár, és tőle vette át Ilona a tanfelügyelőséget itt annak idején. Úgyhogy amikor én felvételiztem, nem akartam előre elájrulni, hogy én a Sebestyén is Tabácsinak az unokája vagyok, de miután elmondtam, hogy Dunaszentgyörgyről származom, és látta, hogy vörös hajam van, így rögtön mondta, hogy bekattant neki, hogy nem esetleg rokon, és a végén kibögtem, hogy igen, ismerem a Sebestyén Pista bácsit, a nagypapám volt. Na hát ott úgymond ledobta a láncot Ilona, és teljesen meghatódva örült, hogy én itt jelentkeztem, és hogy ezt fogom csinálni, és itt vagyok, és viszem tovább. Úgyhogy egy kicsit ez terhet is rakott rám, hogy megfeleljek egy ilyen háttérrel itt az ön elvárásoknak, és magamnak is leginkább, de ez most már kezd elmúlni, és érzem, hogy jó helyen vagyok. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistant szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Egyre népszerűbb a tolnai kézilabda. Ezt az is jól bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban mintegy 20 újonc csatlakozott az egyesülethez. A klub elnöke elmondta, hogy most elsősorban az utánpótlás nevelésre helyezik a hangsúlyt. A legkisebb kézilabdások edzése zajlott a tolnavárosi sportcsarnokban. Ők heti két alkalommal ragadnak labdát, hogy elsajátítsák játékos formában a sportág alapjait. Az egyesület serdülő ifi csapata létszám szempontjából jelenleg nem áll fényesen, mondja az elnök. Változás van a Tolna kézilabda sportklubban. Hát sajnos a serdülő és ifi csapatunk kicsit megcsappant, de nagy örömünkre, akik vannak,
az a 12-13 lány, ők nagyon intenzíven is harciak, tehát jönnek edzésre és harciassak a mérkőzéseken, és nagy örömünkre most a mostani pénteken 3 góllal győztünk is, úgyhogy nagyon lelkesek voltak, és én ezt szeretem a kézilabdában. Nem biztos, hogy nyerünk, de legalább élvezzük a játékot, és menjünk, és csináljuk, amit tudunk, és akkor előrébb fogunk jutni. Ott aztán van egy kis űr, mert többen abba hagyták, ilyen 12-13 évesek, és sajnos ott nem tudtunk indítani csapatot, de meg nagy örömömre ott is, az a 7 lány, aki megmaradt, azok járnak az ifisekhez edzésre, és szerintem őnekik a fejlődésük, tehát lehet, hogy 1-2 év múlva már tudunk majd serdülő csapatot indítani, mert ők azért ott sokkal jobban fejlődnek a nagyobbak között, és kitartóak, és azt mondták, nem baj, ha nem játszhatnak, de ők szeretnének edzésre járni, úgyhogy ennek is nagyon örülünk. És ami örömteli, hogy nagyon ismét megint kivittünk több száz levelet az iskolákba, az óvodákba plakátot, az óvodákba szórólapokat, és nagyon sokan jöttek lányok, és az idéntől már fiúkat is fogadunk, hogyha szeretnének kézilabdázni, vagy szeretnének csak mozogni. Annyi változás van, hogy az a 7. vagy 7-8 évesek között, 8-9 éveseknél nincs kimondottan kézilabda verseny, hanem inkább ilyen fesztivál napokat fogunk szervezni, ahol ilyen ügyességi, labdás, még mindenféle játékokat, akadálypályákon kell a gyerekeknek végigmenni. És ehhez ugye kellenek az atlétikai mozgások, meg tehát ezeket tanuljuk, persze természetesen beleszőve egy kis kézilabdát, hogy majd a későbbiekben legyen alapja a kézilabdának. És ezért szeretettel várunk bárkit, tehát fiút, lányt, bárkit, aki szeretne mozogni, mert nem kimondott kézilabda van 7-8 évesen, 9 évesen, hanem inkább ezek az ügyességi játékok és a mozgáskoordináció, a mozgásfejlődés, ezt szeretnénk előtérbe tenni. A 10-11 éves gyerekeknél oda is nagyon szépen jöttek új gyerekek, ott viszont ugyanez az alapja, de már van lesz kézilabda, tehát ott már játszunk kézilabdát is, de még mindig ilyen fesztivál jelleggel, akadálypályák, és utána lesz a végén, azon a nap végén mérkőzéseket is játszunk, tehát ott már azért megjelenik a kézilabda, és akkor utána, 11 év után, amikor már a bőrlabda jön, és nem a szivacs, akkor lehet már az igazán a kézilabdát, amikor már 11 évesen nagyjából érti, hogy mit akarok, mert 8 évesen még nem biztos, hogy tudja azt, hogy mi az, hogy indulócsel, meg átemelés, meg fogja, megtanulja, mert belemegy vagy megtanulja a mozdulatokat, csak nem tudja annyira értelmezni még, legalábbis szerintem. Beleteszed az ellentétes lábad, ugye van egy lövőkarod, amivel gólt lősz, tedd fel azt a kezedet, melyikkel lősz gólt? Másik lábadat tedd bele a karikába. Nézd, hogy csinálom? Nézd meg az én lábamat. És most úgy csinálok, hogy merre kell nézni a labdánál lövéskor? Merre van a labda? Arra ki, tiétek arra. Kifelé nézd, a tiétek arra. Hogy is ki. Az óvodából is jöhetnek fiúk, lányok, ott is nagyon-nagyon szépen voltak már tavaly is, és ugye a tavalyi csoportból azt hiszem 8-an feljöttek már a 8 évesekhez, tehát edzőváltás lett. A Zsuzsa nénivel megint ismét lesznek az óvodások. Hát azt mondjuk, hogy 4-5 éves kortól, de van, aki 3 éves, ez mind gyerektől függ. Tehát ha egy 3 éves van olyan, hogy még este 5-6-ig tud valamennyire koncentrálni, de ott is kimondottan csak játékok vannak, hogy veszem föl a labdát, milyen a terpesz, melyik a jobbra, melyik a balra, mely fölemelem, leemelem oldal, tehát ezeket játszuk, és természetesen sok játékkal. És
3 éves kortól lehet jönni, de igazándiból, ahogy a tapasztalat van, inkább 4-5-6 éves kor, amikor már itt maradnak. De ha jön például egy nagyobb tesó, és hozzák a kicsit, akkor simán itt marad. Tehát simán itt maradnak már 3 éves kortól is. Ha csak itt elszaladgál, és nem beszél az edzésen, már akkor is szívja magába ezt a kis mozgást, meg a kézilabdát. Tehát az egyesület most elsősorban az utánpótlás kinevelésére összpontosít. 11 évesen már nem nagyon dönti el, akkor már azt mondja, hogy én ezt csinálom, vagy azt csinálom, azt a sportot, akkor már nem nagyon jön az, hogy most nagyon ritka, de jönnek, tehát még az idén is voltunk olyan, hogy 15 évesen idejött és szeretne kézilabdázni, nagyon örülünk neki, mindenkit várunk, nem csak a picikéket, a nagyobbakat is várjuk, de az már egy ritkább, de mondom, tudok több lányt is mondani, aki 14 évesen jött ide, hogy most szeretne kézilabdázni. De igen, most megpróbálunk alulról, mert ugye alulról tudunk csak felfelé építkezni, és megpróbáljuk azokat a gyerekeket, akik itt maradnak 2-3 évig, ugye még a piciknél, azokat már itt tartani, és elkezdeni a rendes oktatást a kézilabdázáshoz. A versenyek tekintetében ifi U19-ünk van. A megyeit sajnos nem tudtuk indítani, mert ugye ma ez a 12 ifistából 5-en érettségiznek. Most 5-en érettségiző lányt még elvinni megyébe, ahol még plusz napokat játsz, tehát nem tudjuk ezt így megoldani, mert mi azért figyelünk, tehát legalábbis én úgy gondolom, hogy azért szem előtt tartjuk azt, hogy érettségiznek, nem mindig van itt minden edzésen, ez is megértjük, tehát megpróbáljuk így az iskolát is figyelembe venni, tehát nem szerettem volna túlterhelni, és nem szerettem volna visszamondani olyan mérkőzéseket, hogy ne tudjanak eljönni a gyerekek. Utána a következő, ugye az U10-be most neveztünk, ott lesz már 5 forduló ebbe az évbe, lesz 5 forduló, ugye az U9-8-nak most nem lesz fordulója, mint eddig, hanem fesztiválok lesznek majd tavasztól, úgyhogy azokkal pedig oda megyünk. És van még egy plusz, amit a kézilabda csapaton belül végül is vállaltunk, amit az MKS indít, vagy a Kézilabda Szövetség indított, hogy vonjunk be iskolákat a kézilabdázásba, és ezen dolgozunk, hogy ez hogy fog majd megvalósulni. Úgyhogy ez ami még pluszba szeretnénk megcsinálni. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!